A jövő hét a szakrális művészetek hete, ebből adódóan kiemelten van most jelen az, ami amúgy szerintem jelen van a mindennapjainkban. A szakrális művészetek mindig egy megszólítás, mindig annak a fajta nyitottságnak a kommunikálása, amiben én úgy gondolom, hogy mindnyájan beléphetünk. És ki ennyi, ki annyi gazdagsággal tud távozni belőle, de hogy a művészetnek van egy egyetemessége. Nagyon sokféle nyelvet beszélünk, nagyon sokféle érték vesz körül bennünket, s vallunk bizonyos értékeket, de a művészet valahogy mégis egyfajta egyesítési lehetőséget ad. Tehát igen, nagy és erős szándék, hogy a korosztályokat megszólítsuk, fiatalokat, idősebbeket, és hogy ugye nagyon régóta ez egy küldetése is ennek a tímnek, hogy eljussunk azokba a szociális intézményekbe, ahova talán kevesebb művészet jut el. Nem mondom, hogy nem jut el, de hogy talán kevesebb. Itt Kaposváron az a szervező tím, ahol a különböző egyházak képviselői, illetve városi intézmények képviselői vagyunk együtt, és magát az egész eseményt a püspökség vállalta fel, tehát mint a Kaposvári Egyházmegye rendezvénye van jelen, a 8. alkalommal szerveztük az idén. Gondoltuk azt, hogy sok minden meg fog változni, készültünk is erre. És vannak olyan események, programok, amelyek a vírushelyzet okán maradnak el, mert bezárták a szociális intézményeket, mert a határon túlról nem tudnak átjönni az együttes tagjai, például a református egyházban. És van olyan, ami nagy érdeklődésre tartott számot a püspökségen mezőmisivel való találkozó. Az pedig mi úgy gondoltuk, hogy miután hát kevesebben férnénk be a terembe az ültetés okán, ezért egy későbbi időpontra halasztjuk. Tehát nem marad el teljesen, bízunk benne, hanem egy későbbi időpontban lesz megszervezve. Mindezzel együtt azért jó pár program vár bennünket ezen a héten is, amiben a művészetnek a sokszínűségét, szabadságát, a művészetnek azt a műfaját tudjuk ünnepelni, amiben a művészet formákba tudja önteni mindazt, ami a világról való tapasztalatunk.